Első ránézésre alig ha hisszük, hogy a Maros Áruház jövőre már 33 esztendős lesz. A makói bevásárlóközpontot ugyanis 1978-ban építették. Persze ahhoz, hogy ma megint úgy nézzen ki, mintha új lenne, kellett jó néhány dolog. Például kellett az, hogy a makói és a szentesi kóposok rádöbbenjenek, külön-külön nem megy. Akkora a konkurencia az élelmiszer kiskereskedelmi piacon, hogy egyszerűen muszáj egyesíteni az erőket. Nos, ez megtörtént, no már nincs sem szentesi, sem makói áfész, csak Hunorkóp ZRT van, amely üzemelteti a hajdani két áfész összes boltját. A kereskedelemben pedig, bármi furcsa, az egy meg egy, néha több a kettőnél. Ahogy ők mondják, minél nagyobb az üzemméret, annál több pénzt lehet keresni, és annál többet lehet visszaforgatni a kereskedelembe. A makói Maros Áruházra például 70 milliót költöttek a tulajdonosai az elmúlt egy-két évben. Kívül, belül teljesen megújult az épület, majdnem a duplájára nőtt az élelmiszer részleg alapterülete. Az átalakítás után a forgalom duplázódott, több okból. Egyrészt a korábbinál jóval többen jönnek be a boltba, van, hogy naponta 2000-en is, másrészt többen intézik itt a nagy bevásárlásaikat, mint az előző esztendőkben. Ráadásul az áruház szabad területére egy gyógyszertár költözött. A patikába igyekvők pedig legtöbbször betérnek a szupermarketbe is. A Hunornál idén tervezik a szentesi Kála áruház hasonló felújításának elkezdését is. Ez a Hunorkóp receptje.